Megünnepelte fennállásának 50. évfordulóját a Csóka Asztali Teniszklub. Az ünnepségen az aktív játékosokon kívül megjelentek a klub egykori versenyzői is. Ha valaki sportviszonylatban Csókát említi, szinte mindenkinek elsőként az asztali tenisz jut eszébe. Ez nem véletlen, hiszen az elmúlt fél évszázad során elért számos siker, a csókai sportmunkások odaadó tevékenysége maradandó emléket hagyott a sportkedvelők emlékezetében. A jubileumi ünnepség fénypontja a revű mérkőzések voltak, amelynek során a közönség a jelenlegi játékosok mellett olyan bajnokokat láthatott viszont, mint például az erdélyi és a Gólics nővérek, Szanya Böcsejszki, Mirkovics Brigitta, Tápai Éva, valamint Ilie Lupulescu és Alexander Karakásevics. Alexander Matkovics, az Európai Asztali Tenisz Szövetség alelnökét szoros szálak fűzik Csókához. Felevenedtek bennem a régi emlékek, hiszen 42 évvel ezelőtt pontosan ebben a teremben játszottam első tornámat. Nagyon örülök annak, hogy részt vehetek a klub 50 éves jubileumán, amelyből számos világhírű játékos került ki. A 70-es évek férfi csapatának egyik kiemelkedő tagja Juhász József volt, aki 1977-ben Miskolcon legyőzte az akkori világelső csehszlovák Milan Orlovskit. Ez a magyar nemzetközi bajnokságon volt, 3-0 a javamra. Ez annak köszönhető, hogy abban az évben rengeteg munka volt bennem, előtte 2 éven keresztül rengeteg. Ez kifejezhetetlen, napi 6-8 óra hosszák, és én azt gondolom, hogy ő engem abban a pillanatban lebecsült. Így vertem meg. Mire észbe kapcsolt, hogy ki fog kapni, addig már késő lett. A 80-as évek végén és a 90-es évek elején az erdélyi nővérek értek el figyelemre méltó sikereket. Én igazából 86-ban kezdtem, a mi generációnk 86-ban kezdett, és egészen 92-93-ig én itt pingpongoztam. Serdülőben és ifjúsági kategóriában is, vajdasági szinten, országos szinten érmeket sikerült nyernünk, és 92-ben Balkánbajnokságot nyertem. Erdélyi Anna Mária nővérétől fordítva, ő a Zentában kezdte, és utána jött a Csókába. Igen, én először Zentán kezdtem edzeni, ugyanis a nővérem akkor már átment Csókáról Zentára, és 6 év után kerültem Csókára. Ott töltöttem, ha jól emlékszem, 5 évet. Ez az 5 év ez nagyon meghatározó volt számomra, ugyanis akkor voltam Európa-bajnok, akkor nyertem több érmet EB-ről, majd Pestre kerültem fel, onnan Németországba, majd Portugáliába, utána 1 éve Spanyolországba, vissza Portugáliába, és most Franciaországban játszom a nővéremmel egy csapatban. Végül mondjuk el, hogy a Csókai Asztali Tenisz Klubról még lesz szó, hiszen október 5-én a Jó Estét Vajdaság című műsorunkat teljes egészében a Csókai Asztali Tenisz 50 évének szenteljük.